Nem hajlandóak együttműködni a Tolnai megyeszékhely közgyűlésében többségbe került ilyen Szexárd frakció tagjai a polgármesterrel és a kormánypárti képviselőkkel. Ezt mutatja, hogy a döntéseiket előkészítő bizottságok munkájába egyáltalán nem vonják be őket. Erről Ács Rezső, a város polgármestere beszélt pénteki sajtótájékoztatóján. Az elmúlt hetekben, hónapokban én is olvastam sok helyen, hogy együtt kéne működni, és a polgármester nem partner ebben. Azért hoztam bizonyítéként most be a sajtótájékoztatóra az, hogy ugye ha megnézzük az ügydöntő bizottságokat, akkor tulajdonképpen a Fidesz-KDNP részéről senki nincsen benne ezekben a bizottságokban, csak saját észes emberek vesznek részt a munkában és a döntésekben. Én azt gondolom, hogy ha együttműködésről beszélünk, akkor a választók akaratának megfelelően kellene elfogadni azt, hogy a bizottságok paritásos elven működnek. Az elmúlt cikluson egyébként ugye minden bizottságban volt legalább egy ellenzéki képviselő, és a véleményüket a bizottságokon és a közgyűléseken is el tudták mondani. Én őszintén remélem, hogy most a pandémia után majd azért valamilyen szinten ez is rendeződni fog, és akkor az egyfős többség és a kisebbség együtt tud dolgozni a város érdekében, mert ez elmúlt hetekben sajnos nem így volt. A csütörtöki közgyűlésen az ilyen Szexárd frakció leállította a Szabó Dezső utcába tervezett orvosi rendelő építését. Ács Rezső szerint ez azt jelenti, hogy a város elbukja a pályázati pénzt, amiből a fejlesztés megvalósult volna. Így pedig a több mint 4000 helyi orvosi ellátását biztosító beruházás elmaradása miatt az ilyen Szexárd képviselői terheli majd a felelősség. Sajnálom, most már tényleg olyan, mint egy szappanopera, és most már mindenki unja szerintem, aki hallott erről az ügyről. Én azt gondolom, hogy egyértelmű volt az elmúlt hetekben az irányítóhatóságnak a véleménye. Tudni kell az, hogy ez top forrásban valósul meg, és uniós költségvetéshez kapcsolódik. Az pedig azt jelenti, hogy az utolsó év a 2020, amikor az előző ciklus el lehet még számolni. Úgyhogy leírták egyértelműen az IH részéről, hogy ezen a helyszínen meg tud valósulni az orvosi rendelő, de arra a lehetőség, hogy áttervezzük, más helyszínt keressük, már nincsen. Nem is lehet átcsoportosítani a pénzeket, tehát vagy itt meg lesz, vagy el fogja veszíteni a város a forrásokat, ami azt jelenti, hogy nem csak ez a beruházás nem fog megvalósulni, hanem anyagi terhet is ró a városra, hiszen a vállalkozó valószínűleg kártérítési igényel fog majd élni felénk. Én azt szerettem volna, mi azt szerettük volna, hogyha az itt lakók is olyan körülményeket kapnak, mi mondjuk a Vígan tér környékén egy új orvosi rendelőt alakítottunk ki tulajdonképpen, és azért mondom, hogy a közgyűlés így gondolkodott, mert kettő döntése van a közgyűlésnek, egy 17-es, meg egy 20-as bizottsági döntés, ami egyértelműen alátámasztotta, hogy az orvosi rendelőt ezen a helyszínen meg kell építeni több forrásokból. Ezt az akkori és a mostani ellenzék képviselői is megszavazták. Most valamilyen okból kifolyólag a saját döntésük ellen mennek. Ezt már nem először tapasztaljuk, csak így nem lehet előrehaladni a városi fejlesztésekben és beruházásokban. Ezért mondtam azt például ügyeleti központnál, hogy örülök, hogy ez egy olyan projekt, amit az ellenzék nem tudott megakasztani és megakadályozni, hiszen a szexeldiak érdek az, hogy üzleti központ is megépüljön, de az ő érdekük lett volna az orvosi rendelőnek a megépítése is. Most tulajdonképpen kimondták végre az egyfős többség részéről, hogy nem kell szexeldiaknak ez az orvosi rendelő. Az ilyen Szexárd tagjai szerint a rendelőt más helyszínen kell megépíteni. A polgármester viszont azt mondja, 9 helyszínt vizsgáltak meg korábban, és ez tűnt a legalkalmasabbnak. A beruházás megkezdését pedig az ilyen Szexárd tagjai is megszavazták korábban. Most megint arról beszélünk, hogy helyszíneket vizsgáljunk, mert 9 helyszínt vizsgált meg a város annak idején, tehát körbejártuk ezt a kérdést. Gondolom, hogy rendesen volt itt madárkérdés, először az akadályozta a munkát, aztán most alkalói temető van napirenden, tehát mindig valami újabb indok van, ami miatt valamiért nem akarják ezt az orvosi rendelőt. Én azt mondom, hogy a többségnek mindig a felelőssége és kötelessége, hogy döntéseket hozzon, hogyha azt mondja, hogy nem támogatja ezt a döntést, akkor mondja ki. És nézzen annak a légyezelembernek a szemébe, akinek az orvosi ellátása ezáltal veszélybe kerül. Ők azt mondják, hogy 300-an írták alá azt a tiltakozó ívet, amellyel az orvosi rendelő ellen tiltakoznak, és elismerték ők is, egyébként az ellenzék is, hogy ezek között Decső, Őcsényi, tehát vidéki településekről bejött emberek is vannak. Én sem gondolom azt, hogy szexeldiaknak kéne egy településen véleményt mondani ilyen kérdésekben. Én szerintem az ott lakókat kell megkérdezni, és a város lakókat kell megkérdezni. Ebben a kérdésben én azt mondom, hogy ha megvan most már a döntés, akkor elengedi a város, és azt mondja, hogy nem lesz meg az orvosi rendelő.
A csütörtöki közgyűlésen az ilyen szexárd frakció tagjai több olyan döntést is hoztak, amiket nem hajt végre a város polgármestere, azok ugyanis jogilag kifogásolhatóak. Voltak napirendi pontok, amelyek elmaradtak, de voltak olyan napirendi pontok vagy témák, amelyeket újra kell tárgyalni a közgyűlésnek, hiszen nehezen értelmezhető döntések is születtek, és a jegyzőasszony törvényesség észrevétellel írt ezek kapcsán. Én pedig nem hajtom végre ezeket a döntéseket, hanem újra a közgyűlés elé fogom terjeszteni. Ilyen például a kommunikáció a pandémia időszak alatt a úszóra szerződésének a módosítása, amelyet aláírta a sportközpont is, vagy éppen a Melioracéos Nonprofit Kft.-nek a szerződés módosítása. Tehát olyan témák, amelyek fontosak a város működése szempontjából, én azt gondolom, de egyértelmű döntéseket kell hozni. Most ezek a döntések nem egyértelműen születtek meg, ezért újra kell tárgyalni a közülésnek, és reméljük, hogy a végleménye lesz, hogy most már lehet majd értelmezni ezeket a döntéseket, mert egyelőre nem így állunk. Illúzióim nincsenek, valószínűleg ugyanezt a döntést fogják majd meghozni, de természetesen a törvényesség észrevétel alapján nekem ezt a döntést meg kellett hoznom. Csütörtökön a város polgármestere a közgyűlés elé vitte azt a javaslatát, ami szerint egy fiatal amerikai egyetemen végzett, sikeres szexárdi úszót felkért volna az önkormányzat, hogy egy jelképes összegért sportszakmai tanácsadóként segítse az úszoda építését. Az ilyen szexárd tagjai viszont ebbe sem egyeztek bele. Ács Rezső szerint ez azt jelenti, hogy a többségbe került frakciót nem érdekli azoknak a véleménye, akik versenycélra használják majd a medencéket. A héten az önkormányzat megkapta az épülő úszodával kapcsolatos szakvéleményt. A szakértő szerint a munka folytatható, kisebb hiányosságok vannak eddig a kivitelezésben, de komoly gond nincs az építkezéssel, így az úszodát be lehet fejezni. Tulajdonképpen ugye ez a szakvélemény Rácz Zoltán okos képviselő úrnak a kérdéseire adta meg a legtöbb választ. Egyébként volt egy úszoda vizsgálat bizottság, hogy még van is, ami arra jött létre, hogy megvizsgálja, hogy az úszoda befejezhető-e, állékony-e, megfelelő minőségben készült el. Szakértői vélemény tulajdonképpen ezek kérdésekre keresse a választ, és azt mondta a végső esetben ki, leegyszerűsítve az egészet, hogy tulajdonképpen vannak kisebb-nagyobb gondok és hibák, de olyan jellegű probléma, amely veszélyezheti a befejezését vagy megépítését a szexuális úszodának, olyan nincsen, úgyhogy be lehet fejezni ezen a helyszínen, és úgy néz ki, hogy ezzel a kivitelezővel a beruházást, úgyhogy reméljük, hogy most már megnyugszik mindenki, és akkor azon dolgozunk majd együtt közösen, hogy az úszoda mielőbb megépüljön, befejeződjön és átadásra kerüljön. Ács Rezső szokásos hétértékelőjén arról is beszélt, hogy idén is indít nyári diákmunkát az önkormányzat. Júliusban és augusztusban várják majd azokat a fiatalokat, akik dolgozni szeretnének. És ugyanígy folytatódik az Arany János program is a városban, aminek során hátrányos helyzetű gyerekeknek közétkeztetést és kollégiumi elhelyezést biztosítanak nyáron.